Jó estét kívánok, ez itt már a Kiemelő. 14. alkalommal szervezték meg a Nőnek lenni jó konferenciát, amelyet a Four Point by Sheraton Kecskemét Hotelben tartottak meg. Az idei teltházas esemény címe Létvágy volt. Először ebbe tekinthetnek be pillantást. Ezt követően egy rendhagyó történelem órába tekinthetnek be, amelyet a Katona József Gimnáziumban szerveztek meg. Murányi Levente 56-os elítélt tartott ugyanis előadást a saját és társai történetéről. Már is kezdünk. Létvágy címmel immár 14. alkalommal rendezték meg Kecskeméten a Nőnek lenni jó konferenciát hétfőn. Az országos vonzáskörű ezúttal 180 résztvevővel megtartott konferencia témáját 8 előadó 8-féle szemszögből járta körül. A szervezők a bevétel egy részét hagyományaikhoz híven jótékony célokra ajánlják fel. 14. alkalommal rendezték meg Kecskeméten a Nőnek lenni jó konferenciát a mai napon. Az országos vonzás körű eseményre idén is sokan jelentkeztek. Csatos Erika, a konferencia megálmodója és főszervezője, az Álomjövő tanácsadó iroda vezetője a helyszínen stábunknak elmondta. Az évente már kétszer megrendezett konferencia teltházzal fut, ezúttal 80 kecskeméti résztvevő mellett mintegy 100-an regisztráltak az ország különböző részeiből, Nyíregyházától Pécsig, Budapesttől Szegedig, összesen 25 településről. Nem véletlenül választottuk a Létvágy címet a konferenciánknak, és azt gondolom, hogy amikor ilyen bizonytalanok a körülményeink, akkor nagyon fontos, hogy a résztvevőknek inspirációt és motivációt adjunk. Biztosak vagyunk abban, hogy ezek a nehéz körülmények is elmúlnak egyszer, és hogyha segítjük, támogatjuk mi nők egymást, akkor azzal nem csak a nők lesznek jobb helyzetben, hanem a családjuk is gazdagodik általa. Nőket várunk, édesanyákat, vállalkozókat, cégvezetőket. Igazából ez egy helyi konferenciának, kecskeméti konferenciának vagy bács-megyei konferenciának indult, de most már nagyon boldogan jelenthetjük ki, hogy az ország egyik legelismertebb női rendezvényévé váltunk. Most már többen jönnek máshonnan, mint Kecskemétről. 80-an leszünk Kecskemétről, és körülbelül 100-an az ország minden tájáról érkeznek. Nyíregyházától kezdve Pécsen át, Budapesten. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok megszámolt, hogy 25 városból és helységből érkeznek ide a hölgyek. Olyan emberek, hölgyek, és egyébként van, akik férként el is kíséri a feleségét, akik tanulni szeretnének, akik fejlődni szeretnének, mások történeteiből inspirációt szeretnének meríteni. Csatos Erika szervező hozzátette, hogy a konferencia jegybevételéből idén két kislányt támogatnak. Egyikük Pusztai Dorina, a Hajnalcsillag Tanoda pártfogoltja, aki eltanévtől a pécsi Gandhi Gimnáziumban Magyarország és egyben Európa első érettségit adó roma nemzetiségi intézményében folytatja tanulmányait. Dorina egy tanéven át havi 30 ezer forint tanulmányi ösztöndíjban és pénzügyi coachingban részesül. A másik támogatott Lőz Klária, a Bányai Júlia Gimnázium 7B osztályos tanulója, aki élet egyik legnehezebb harcát vívja. Az esemény bevételéből a gyógyulásának anyagi feltételeihez járulnak hozzá 300 ezer forint összegben. További két 200 ezer forintos támogatást kap a Vojtila Barátság Központ és az Együtt a Kecskeméti Családokért Közhasznú Alapítvány, így összességében ismét mintegy 1 millió forintot fordítanak a szervezők jótékonysági célokra. A jótékony cél mellett azonban komoly kitűzése a Nőnek lenni jó konferenciának, hogy erőt meríthessenek az előadásokból a résztvevők, ebben sokat segítenek a személyes példák. Én már többször megtapasztaltam az életemben, hogy a saját életpéldámmal tudtam segíteni másoknak a helyes út, a helyes döntésben. Orvostan hallgatókat tanítottam orvosbeteg kommunikációra, és többször beszélgettünk arról, csak önmagában, hogy az orvoslás és a gyerekvállalás hogyan lehet összeilleszteni, és mindig igyekeztem a jó példámmal, hogy azzal, hogy az ember 4 gyereket szül, nem írja ki magát a szakmából, és attól lehet sikeres orvos, mert családanya is. És ennek kapcsán volt, amikor visszajelzést kaptam a kollégától, hogy ez beszélgetés hatására vállalt hamarabb gyereket, és mennyire örül, hogy megtette ezt a lépést. Tehát én azt gondolom, a személyes példák igaz, hogy csak szűk körbe, de mégis rendkívül komoly motivációt jelentenek. Túl nagy a kitekintésünk a mai világba, tehát ránk telepszik a külvilág és a millió inger, és tehát hogy eljut hozzánk, hogy Afrikában milyen háború van és hogy éheznek a gyerekek, miközben és úgy nehéz boldognak lenni, ha az ember az egész világ összes tényezőjét a nyakába veszi, és én mindig arra próbálom biztatni az embereket, hogy a mikrokörnyezetünkben kell megélni a mi boldogságunkat, és akkor sikerülni fog boldognak lenni, mert a család, a gyerekek, a hivatás, jelen nekem a
rengetegek, amit visszaadnak, az önmagában elég az én személyes boldogságomhoz. Túl nagy merítést veszünk, akkor nem lehet ezt megoldani. Lehetetlen, olyan a környezetünk sajnos. A konferenciára sokan már visszatérő vendégként, vagy éppen kiállítóként érkeztek ma is. Mi tradicionálisan kiállítunk már itt ezen a kongresszuson. Egyrészt azért, mert nagyon hiszünk a nőkben, tehát nálunk is a kollégák több mint 80%-a nő. Másrészt pedig itt mindig nagyon-nagyon tartalmas a program. Tehát egy olyan szakmai és mellette nagyon rendi és időben illő programokat raknak össze ugye a szervezők, amik azt gondolom, hogy Kecskeméten nagyon egyediek. Úgyhogy itt szerintem mindenki itt van, akinek itt kell lennie. A női szerep nem könnyű, még napjainkban sem. Abszolút balansz. Erről szól minden, hogy mennyire tud valaki a szerepek között váltani. Tehát én saját magam példájáról is tudom mondani, 8 hetes a kisfiam, és most én itt egy üzletasszonyi szerepkörben vagyok, de amikor hazamegyek, akkor bekapcsolom az anya és a feleség gombot, vagy mondhatom azt, hogy kikapcsolom az üzletasszony gombot, mikor kiszállok az autóból. Ez ma már must have. Tehát enélkül, hogyha ezt egy nő nem tudja véghez vinni, akkor nehéz lesz. Az előadásokon az egyensúlyról is és a nőiességet érintő legfontosabb problémákról is hallhattak az érdeklődők, sokszor persze vicces, könnyed formában. Ki van bontva egy palac bor előttem, és lát, jazz muzsika szól, és közben nyilván, nem tudom, vitorlásokat nézek a Balatonon, hogy ez így soha nem történt meg. Nagyon hamar rájöttem, hogy nekem egy nagyon jó motivációs trénerem van, a múzsámat úgy hívják, hogy Határidő. Úgyhogy a tegnapi napon, amikor Erika beteggelt, hogy elkelt az összes jegy, úgy éreztem, hogy ez egy isteni jel, itt az idő megírni az előadásnak a szövegét. 180 fő élvezte ma a Nőnek lenni jó konferencia előadásait, így teljesen megtelt a Four Points by Sheraton rendezvény terme. Ez alapján nyugodtan kijelenthető, hogy a mai konferencia is jól sikerült. Az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeire és hőseire emlékeztek ma a Katona József Gimnázium diákjai. Az ünnepi műsor után pedig a diákoknak Murányi Levente 56-os elítélt tartott rendhagyó történelem órát saját és társai történetéről. Állj, Jürgé! Hadd főkőműves munkára kilép! Hadd főkőműve, mehetlek! Az 1956-os forradalom és szabadságharc 66. évfordulója alkalmából a recskiszökés történetét dolgozták fel a Katona József Gimnázium 10. A és 10. B osztályos diákjai. Csáki Tibor a gimnázium igazgatója elmondta, hogy a megemlékezések sorában szokatlan üde színfoltot jelent a témaválasztás, ez és az énekkar részvétele pedig arra vezethető vissza, hogy minden évben ezek az évfolyamok állítanak össze műsort, a matematika és énekzene szakos osztályfőnökök és diákjaik pedig bebizonyították, hogy a magyar történelem egyik legjelentősebb eseménye mindenki számára fontos. A diákok találékonyságát jelzi, jelmezeik minősége is. Az egyenruhákat külön például színházból kölcsönöztük úgymond ki, hogy minél hitelesebb legyen, úgyhogy ezt mondanám és emelném ki inkább, mint külön dolog, amit így összehoztunk. Az iskolai műsort azért a mai napon tartották meg, mert vendégük érkezett. A diákoknak ugyanis a műsor után Murányi Levente tartott rendhagyó történelemórát, az 56-os Pesti Srácok Intézet igazgatója saját maga által is átélt történéseket idézte fel, mint elárulta, 16 évesen élte át az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeit a pesti Korvin közben. És onnan dobáltuk a benzines üvegeket. A T-34-esek torony mögötti motorház részére, ahol a légbeszíló nyílásokon egy nagy villanymotor, ami bent volt a motortérben, cívta be a levegőt, és ezzel együtt az eltölt üvegekből kifolyó benzint is. És mikor ez már úgy jó be volt áztatva általunk benzinnel, akkor odaszólt valami, mondjuk például én is, hogy te sapka, ez egy 15 éves kis vöröshajú, fehérbőrű, szeplős fickó volt, sapka, te jössz. Ez azt jelentette, hogy kitente az ablakba a golyószóró csökét, amin egy kis ilyen szakállas lábacska volt az ablak peremére, ennek felül fekvő kör alakú tárgya volt, 32 puska lőszert raktunk bele, annyi fér bele,
Úgyhogy egy nyomjelzős, egy vasmagos, egy nyomjelzős, egy vasmagos. És ennek az volt a hivatása, feladata ennek a töltény sorozatnak, hogy kigyújtsa a benzin által ázott harckocsit. Murányi Levente elmondta, hogy Pongrácz Gergely csapatában harcolt, mint elárulta, a rendhagyó történelem órákon történő beszámolóit életcéljának tartja. Miután én részt vettem az 1956-os forradalomban, gimnazista srác voltam, 16 éves múltam decemberben, és gyakorlatilag a tüntetéseken ott voltam, a rádiónál kezdődő atrocitásokat végigcsináltam, illetve megértem az ottani lövöldözés elkezdődését. Aztán részt vettem a Korvin közben a harcokba, ott voltam egészen november 7-ig, amikor Pongrácz Gergely már veszni látta, sajnos jogosan, a szabadságharcunkat, és hazaküldött bennünket, gyerekeket, hát akit lehetett, engem lehetett, mert már aggódtam az édesanyámért, miután mi messze laktunk onnan Budán. Murányi Levente hozzátette, hogy miután parancsnoka Renner Péter visszajött Ausztriából február elején, elkezdték szervezni a MUKK-ot, vagyis a márciusban újra kezdjük mozgalmat. Az újabb forradalom indítása nem sikerült, mert több társával együtt elfogták. Egy bizonyos Szabó Miklós, aki hát 49 óta dolgozott a magyar kommunista, szovjet becsatlakozású hírszerzésnek, már lejelentette Renner Péter érkezését, és nagyon rafináltan a magyar elhárítás nyomozói nem kapcsolták le, hanem megfigyelték, várva, hogy kiket keres meg, és mikor elment emberekhez, köztük például hozzám is, akkor azt a címet felírták, és február 24-én éjszaka a pufajkások, ezek a Horn Gyula féle csapattagok, ezek kivonultak azokhoz a személyekhez, akiket megkeresett Renner Péter azt megelőzően, és letartóztatták őket, így engem is. A Gyorskocsi utcára szállították őket a katonapolitikai kémelhárítási osztályra. Elkezdődött egy nagyjából 9 hónapos nyomozat, ami hát elég szigorú volt. Bizonyos fokig azt mondhatom, és ez nem cinizmus, szerencsénk volt ebbe annyiban, hogy a katporra kerültünk, mert itt jogot végzett, képzett nyomozók voltak. Tehát én például elmondhatom azt sokak meglepetésére, hogy én egy pofont se kaptam, de a legtöbb társam sem, mert ezek voltak olyan kulturáltak és képzettek ebbe a szakmába, hogy nem volt rá szükség. Végül katonai bíróság ítélkezett felettük, fiatalkorú, hatodrendű vádlottként és megtévesztettnek bélyegezve ítélték el, hetedrendű barátjával együtt 3,5, illetve 3 év börtönbüntetést kaptak, míg a többieket vagy halálbüntetésre, életfogytiglanra vagy 18 évre ítélték. 12 társából tehát 3-at kivégeztek, egy másik társát pedig agyonverték, ezért úgy gondolja azzal, hogy története hat a mai fiatalokra, méltó bosszút állhat társaiért. Csáki Tibor a gimnázium igazgatója elmondta, hogy a személyes beszámoló sokkal árnyaltabbá tudja tenni 1956 eseményeit, amikor a diákok a forradalom és szabadságharcról tanulnak a tananyagban. A híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben. Következzen az Esti Gyors. Kecskeméten a Szabadságtéri emlékműnél ünnepi műsorral emlékeztek és tisztelektek Kecskeméten azon hősök emléke előtt vasárnap, akik 66 évvel ezelőtt az 1956-os forradalom és szabadságharcban küzdöttek. 14. alkalommal nyitotta meg a kapuit Kecskeméten a Nőnek lenni jó konferencia Four Points by Sheraton Kecskemét hotelben. Az immár hagyományos nőknek szóló konferencia idén is teltházas volt. Gálaestet rendezett szombaton este a Kecskeméti Szent László Lions Club. A Kecskeméti Szent László Lions Club oklevéllel köszönte meg a Kecskeméti Média Centrum a karitatív munka népszerűsítése érdekében kifejtett példamutató munkáját. A gazdák a megnövekedett rezsijárak miatt nem tudják tovább eltartani kedvenceiket, így menhelyre adják be. Viszont a drágulás az alapítványokat is érintik.
Vígjátékkal nyitotta meg Kamaraszínházi évadát a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház szombat este. A Tombol az erény című darabot Cseke Péter rendezte. Kedves nézőink, hírórával holnap is várjuk Önöket este 7-től 8 óráig. A híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Én köszönöm a esti megtisztelő figyelmüket, számítok Önökre holnap is, viszontlátásra!